5, 4, 3, 2, 1. Sok szeretettel köszöntöm kedves tévénézőinket a 2017. június 27-i rendes képviselőtestületülésünk rövid összefoglalóját tekinthetik meg. A legutóbbi testületülésünk napirendi pontjai a következőek voltak. Elsőként tájékoztató a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról. Kettes pont beszámoló a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha 2016-17. Nevelési évi munkájáról. Hármas pontban a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között tett intézkedésekről, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztatót fogják meghallgatni. Négyes napirendi pontban a városnapi rendezvény, ötösben az idősek napi rendezvénnyel kapcsolatos teendők, hatos pontban a beiskolázási támogatások megtárgyalására kerül sor, hetes pontban az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítása lesz a terítéken. 8-as pontban indítványok bejelentésekre kerül sor. 9-es pont pedig már zárt ülés keretében előterjesztés kitüntető címek adományozására, valamint egyéb szociális és személyügyi és támogatási kérdésekről döntött a képviselőtestület. A napirendi pontok előtt egy rendkívüli eseményre került sor. Ugye korábban Szegedi Attila külsős bizottsági képviselőtársunk jelezte, hogy a tagságából eredő feladatainak maradéktalanul nem tud eleget tenni munkahelyi elfoglaltsága miatt. Ezért a megbízatását visszaadta, ezt a képviselőtestület pedig elfogadta. Ezt követően képviselőtársainkkal közösen egyeztetve és átbeszélve döntöttünk egy olyan külsős bizottsági tag személyéről, aki azt gondolom, hogy már a korábbi időszakban is bizonyított, és biztos vagyok benne, hogy így, hogy újra bizalmat nyert, most is fog élni ezzel a lehetőséggel. Úgyhogy a napirendi pontok előtt az új külsős bizottsági tagunk, aki a Művelődési, Ifjúsági és Sportbizottság tagja lett, Dányádi Béláné tett esküt. Én most is sok erőt, kitartást és türelmet kívánok a munkájához, és bízom benne, hogy nagyon sok hasznos ötlettel fog majd előállni és segíteni mind az önkormányzat, mind pedig a lakosok életét is. Első napirendi pontunk a Sajóbábonyi Deák Ferenc Általános Iskola munkájáról szóló tájékoztató. Írásos anyagot kapott a képviselőtestület, amelyet áttanulmányozhatott. Loly Lászlóné iskolaigazgató asszony a bizottság ülésen röviden kitért még ezen kívül egyéb általa fontosnak ítélt dolgokra. Itt ugye az iskola működésével kapcsolatával több kérdés is feltettek a képviselők. Azt tudjuk jól, hogy intézményünkben iskolaigazgató választást írtak ki erre az évre, ebben az évben, és várhatóan ugye már a nyár folyamán végleges döntés születik arról, hogy ki fogja vezetni a további 5 éves időszakban az iskolát. Mivel ez egy tájékoztató anyag, ugye ennek nincsen kötelező érvénye, ennek ellenére ugye a képviselőtestület a tájékoztató anyagot hétigennel elfogadta. Kettes napirendi pontunk a Sajóbábonyi Szivárvány Óvoda és Konyha 2016-2017 nevelési év munkájáról szóló beszámolót tárgyalta a képviselőtestület ez alatt a napirendi pont alatt. Egy picit a címe a napirendi pontnak félrevezető lehet, hiszen az óvoda nevelési éve valóban szerepel a napirendi pont tárgyában, viszont a konyha az természetesen nem nevelési évben működik, viszont 2017. január 1-ével egy szervezeti változás történt az önkormányzat életében, egy jogszabályi kötelezettségnek eleget téve egy olyan intézményünkhöz csatoltuk a konyha szervezetét is, annak alkalmazottait, ahol ugye köznevelési feladatokat látnak el.
ez pedig a mi esetünkben az óvoda. Ezért szeretném azt pontosítani, hogy nem a konyha működési tevékenységéről kapunk majd tájékoztatást, hanem az óvoda tevékenységéről. A konyhája az majd ugyanúgy, mint ahogy korábban is szokott, külön napirendi pontként élelmezés vezető úr, Mogyorosi Gábor fog majd beszámolni az év vége fele tevékenységükről. Az óvoda vezetője Juhász Judit óvoda vezető asszony, ugye nemrégiben kapott újabb 5 éves megbízást az óvoda vezetésére, amelyet egyöntetően támogatott a képviselőtestület. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert ebből is az tűnik ki, hogy meg vagyunk elégedve mind az ő, mind pedig az ott dolgozó pedagógusok munkájával. Ezt ugye az is alátámasztotta, hogy a pedagógusok is szinte majd, hogy nem kivétel nélkül támogatták óvoda vezető asszony újrajelölését, így pályázat nélkül ugye 5 évre megválasztottuk. A beszámoló a már jól megszokott színvonalon készült el, így tényleg egy részletes anyagot kaphatunk, és beletekinthettünk nem csak a statisztikai számokban nyertünk betekintést az óvoda munkájáról, hanem tényleg színes ábrákkal és képekkel illusztrálta a 2016-17-es nevelési évet óvoda vezetőasszony. Az óvodát már most is egyébként, de jövőben is több olyan beruházás fogja érinteni, amely miatt esetleg mind a gyermekek, mind ugye az ő szüleik is kellemetlenségeket érezhetnek, de higgyék el, hogy ez az ő érdekükben történik. Ugye most a székely óvodánk esetében nyílik arra lehetőségünk, hogy a már több évtizedes tetőszerkezetét teljes egészében felújítsuk. Ez már nagyon ráfért, hiszen több vizsgálatot is végeztünk az óvoda tetőszerkezetével kapcsolatban, és ez már olyan rossz állapotban volt, a rajta lévő cserepek is, amelyek már azt veszélyeztették, hogy jóformán bármelyik pillanatban beázhatott volna ez az intézmény. Ez egy közel 20 millió forintos beruházás, és ezzel szerintem jóformán véget ér magának az épületnek a rekonstrukciója. Ugye pár évvel ezelőtt egy energetikai felújításon esett át, ekkor ugye fűtéskorszerűsítés, nyilászárók és új hőszigetelést kapott az épület, pár évvel ezelőtt pedig a bútorzatot is sikerült szinte teljes egészében lecserélni, és ezzel kerülne pont az épület fejlesztésére. A jövőben pedig majd szeretnénk természetesen az óvoda környezetét is. Itt ugye főleg a kerítést értjük, és a játszótéri, a udvari részt is modernizálni. És közerűvel dolgozunk azon, hogy a másik óvodánk, ami az Ófalusi városrészben található, szintén ugyanilyen szép köntös kapjon, és én azt gondolom, hogy erre minden esélyünk megvan. Még egy kis türelmet kérünk, és azóta járó gyerekek is ugyanolyan modern körülmények között járhatnak majd óvodába. A napirendi pontot a Művelődési Ifjúsági Sportbizottság tárgyalta, amely 4 igen szavazattal javasolta elfogadásra, és a képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta. Hármas napirendi pontunk a lejárt határidejű határozatok, a két ülés között tett intézkedések, valamint az átruházott hatáskörben hozott határozatokról szóló tájékoztató. Legutóbbi rendes nyílt testületülésünk május 30-án volt. Ekkor döntöttünk többek között a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló előterjesztések elfogadásáról, a 2016. évi könyvvizsgálói jelentés elfogadásáról, 2016. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadását is meghoztuk. Sajóbábony város több részterületére készült település szerkezeti terv elfogadása. Én azt gondolom, hogy egy újabb mérföldkőnek lehettünk részese, hiszen már lassan majdnem egy éve húzódott a településrendezési tervünknek az elkészítése. Ezzel az utolsó döntéssel sikerült életbe léptetni, amely nem csak az önkormányzat számára, hanem az itt élő vállalkozók és lakosok számára is útmutatást fog adni, és ezzel kapcsolatban pedig már dolgozunk a településképi arculatnak az elkészítésén. Ezt egy új jogszabály írja elő, így a legutóbbi testületülésünkön
döntöttünk a települési főépítészi feladatok ellátását. Újvári Andor főépítész urat bíztunk meg ezen feladatok ellátásával, valamint egy Kft-t bíztunk meg a településképi arculati kézikönyv és ennek a rendeletnek az elkészítésével. Ugye itt elég rövid határidőket kell betartanunk, úgyhogy ennek érdekében igyekszünk mindent megtenni, és ebbe számítunk a lakosok támogatására és segítségére, hiszen az ő ötleteik alapján szeretnénk elkészíteni és kialakítani ezt a településképi arculatot. Úgyhogy ha bárkinek bármilyen javaslata van ezzel kapcsolatban, akkor azt akár személyesen, írásban vagy telefonon is megteheti a polgármesteri hivatal felé. Mint korábban mondtam, elkezdődött a Székely óvodának a tetőszerkezetének a felújítása, és az itt letermelt tetőcserépnek egy részét tudjuk értékesíteni. Azért csak egy részét, mert a cserepek nagyobb része valószínűleg használhatatlan, hiszen már annyira rossz állapotú, hogy annyira málik, hogy azt már nem tudja felhasználni senki. De a használható cserepet, az 10 forint per darab áron értékesítjük a Sajóbábonyi állandó lakcímmel rendelkező magánszemélyek számára. Jelentkezéseiket, illetve igényeiket a polgármesteri hivatalban tehetik meg, minden esetben írásban, ahol meg kell jelölniük azt az igényt, amivel szeretnének élni, hány darab cserepet szeretnének igényelni, és beérkezési sorrendben próbáljuk teljesíteni az igényeket. Úgyhogy akit ez a dolog érdekelhet, azt kérem jelezze írásban a polgármesteri hivatal részére. Az önkormányzat több üzlethelyisége is rendelkezik, ebből az egyik az elmúlt időszakban megüresedett. Ezt az önkormányzat az elmúlt testületülésen meghirdette. Szinte minden fórumunkon megjelentettük ezt, mind a tévé, internetes, írásos hirdetőtábla, és most már az újságunkba is belekerült, úgyhogy várjuk azokat a vállalkozó kedvű személyeket, akik szeretnének a vállalkozásba kezdeni, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. A településen közfoglalkoztatás keretében lehetőséget nyertünk kutyafutató kialakítására. Én azt gondolom, hogy ez azon személyek számára, akik a társasházi övezetben élnek, valamint főleg ugye az időseket is még közéjük sorolnám, nagy megkönnyebbülés és nagy könnyítés, hogy ez a lakókörnyezetekhez közel kialakításra került. Igyekszünk figyelembe venni a lakosok véleményét ebben a témában is. Kérelem érkezett az önkormányzathoz, hogy ez nem feltétlen a legideálisabb helyen került kialakításra. Itt a képviselőtestület adott egy 30 napos határidőt, nézzük meg ennek a működését, milyen visszhangok fognak érkezni az önkormányzathoz. Ez a 30 napos határidő eltelt, és véleményünk szerint ide egy kultúrát módon és a lakosok megelégedésére működik ez a kutyafuttató, és én bízom benne, hogy a jövőben is így lesz, és ennek érdekében meg is fogunk tenni mindent. Így egy kultúrált körülmény között tudják a háziállataikat a szabadban sétáltatni a tulajdonosaik. Döntött a képviselőtestület az előző ülésen a volt szovjet emléktábla áthelyezéséről. Ugye ezt már korábban is elmondtuk, de még egyszer kihangsúlyozom, hogy nem szüntetjük meg a korábbi emlékművet, hanem ezt egy másik helyre helyezzük át, ahol azt gondoljuk, hogy még ideálisabb környezetet nyerhet. Ez pedig nem más, mint a régi egyes gyári bejárat előtt. Ugye itt egy kisebb parkos rész van, és ide szeretnénk majd ezt újra felállítani. Döntött a képviselőtestület az önkormányzat dolgozói féléves jutalmazásáról, döntött ezen kívül a polgármester jutalmazásáról is, amelyet a jelenlévő képviselőtársak mind támogattak. Az önkormányzat mezőgazdasági területet hirdetett meg, szintén bérbeadásra, ugye ez már korábban is ilyen formátumban működött, erre is lehetőség van, kérem azokat, akik azon Sajóbábonyi állandó lakcímmel rendelkező személyeket, akik ezt szeretnék igénybe venni, hogy ajánlataikat megtehetik a polgármesteri hivatal felé, mindezt írásban kérjük szépen.
Valamint módosításra került a Stereotibétével kötött megállapodásunk is, hiszen ez már egy közel 10 éves szerződés, amelyet azóta aktualizálni kellett az elmúlt időszakban történt változások miatt is. Június 20-án a képviselőtestület rendkívüli ülést tartott, pályázatok miatt vált erre szükség. Közművelődési érdekeltségi növelő támogatásban veszünk részt, immár harmadjára. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy sikerű pályázat, amelyben Sajó Bábony Városi Önkormányzata kiemelkedően sikeresen szokott részt venni, hiszen ebből az összegből, amire pályázunk, minden évben jelentős eszközállományt tudunk fejleszteni a művelődési központban. Ebben az évben is ez a célunk. Az igényt eljutatta a képviselőtestület felé Orbán Zsolt igazgató úr. Ezt megtárgyalta a képviselőtestület és benyújtotta. Bízom benne, hogy ebben az évben is ugyanilyen eredményesen és sikeresen tudunk majd pályázni. Az MLS részéről érkezett egy felhívási lehetőség, amely az élőfüves pályának a pályavilágítás kialakítását teszi lehetővé. A képviselőtestület viszont ezzel a pályázati lehetőséggel most ebben az évben nem tud, nem szeretne élni, mert már egy elfogadott költségvetést felborítani egy ilyen jelentős beruházással nem szeretnénk megkockáztatni, viszont bízunk abban, hogy esetleg a jövőben is lesz ehhez hasonló pályázatra lehetőség, akkor viszont már nem biztos, hogy elzárkózunk ezelől. Nők a családban és a munkahelyen című emberi erőforrások operatív program pályázatban veszünk részt, ugye itt konzorciumban csatlakozunk több településhez. Esély otthon című pályázatot nyújtott be ezen a rendkívülülésen a képviselőtestület. Én bízom benne, hogy sikerrel és eredményesen fogunk járni ezzel a pályázattal, hiszen a célunk a pályázat keretében az, hogy a hármas épületet tartalommal tudjuk megtölteni, hiszen most jelen pillanatban ebben az épületnek csak a földszintje van kihasználva, ahol a menzánk, a konyha működik, és az első és a második emelet az kihasználatlan. Itt szeretnénk szolgálati lakásokat kialakítani, és olyan 18 és 35 év közötti személyeknek lehetőséget biztosítani, akik vagy az önkormányzattal, vagy az önkormányzattal kötött megállapodás alapján lévő cégekkel valamelyikénél dolgozik. Úgyhogy várjuk ennek a pályázatnak is majd az elbírálását, és én bízom benne, hogy ezt is meg tudjuk valósítani. Valamint ezen a testület ülésen döntött a Művelődési Ifjúsági Sportbizottság külsős tagjának a megválasztásáról, amit már korábban említettem, Dányádi Béláné pedagógust választotta a képviselő testület. A napirendi ponton belül tájékoztattam a képviselő társaimat, illetve a jelenlévőket az elmúlt időszak munkálatairól, valamint a főbb rendezvényeinkről, eseményeinkről. Sikeresen benyújtottuk a piac pályázatunkat, ugye a posta mellett található területen szeretnénk kialakítani egy fedett, nyitott piacot, a szükséges kiegészítő helységekkel, parkolóval és az egyéb infrastruktúrális előírásokkal. Ez egy vidékfejlesztési pályázat volt, úgyhogy erre is várunk ennek a pályázatnak az elbírálásával. A településen nem olyan régen, június 6-án egy kisebb vihar söpört végig, amely több sajóbábonyi lakóingatlanban kárt okozott. Valahol csak néhány cserepet dobált le a tetőről, valahol azonban nagyobb kár volt. Én azt gondolom, hogy példaértékű volt az önkormányzat segítőkészsége, és itt mind a képviselőtársak, mind a polgármester úr, mind jegyzőasszony, illetve minden önkormányzati dolgozó, aki ebben a kár elhajtásban részt vett, az köszönetet érdemel, és ugye hát bajban látszik meg, hogy ki az, akire számítani lehet, és nyugodt szívvel mondhatom, hogy jóformán, aki hadra fogható volt, az szívesen jött és segített a bajba jutottaknak. Ugye az önkormányzat próbált szintén a lakhatási problémákat minél hamarabb megoldani,
de hál' Istennek senkit nem kellett máshol elszállásolni, és azóta javarészt már a károk helyreállítása is megtörtént ebben az önkormányzat részben anyagi, részben pedig anyag formájában nyújtott támogatást az érintett lakosoknak. A településen az adósság konszolidáció pályázatnak köszönhetően több utcarész újult meg az elmúlt időszakban, hatalmas aszfaltozási munkálatok zajlottak, amelyek természetesen kellemetlenséggel, zajjal, porhatással jártak. Köszönöm szépen azoknak a lakóknak a türelmét, akik ezt elviselték, de mint ahogy el szoktam mondani, ezek a fejlesztések az önök érdekében történnek. Ez egy rövidebb, hosszabb ideig nagyobb kellemetlensége jár, de viszont utána egy sokkal kellemesebb környezetet teremtenek. Ennek a pályázatnak köszönhetően lehetőséget nyertünk arra, hogy a Váci Mihály úton található kis utcák új aszfaltborítást kapjanak, így a Kölcsei, a Kodály, a Bartók, valamint a Gárdonyi útszakaszok teljes egészében megújultak. Míg a beruházások teljes egészében nem zárultak le, kisebb-nagyobb finom munkák még zajlanak, illetve a képviselőtársak jelzéseit is figyelembe véve, valamint a lakosok jelzéseit is figyelembe véve igyekszünk a beruházást minél tökéletesebben megvalósítani. Ezzel összhangban a lakótelep egyes részeit is sikerült ebbe a pályázatban beletennünk, úgy itt egy keretösszeget kaptunk, és ezt tudtuk ilyen mértékben szétosztani. Így megújulhatott a Bocskai Mihály út, az Arany János út, az iskolatér, valamint az Erkel Ferenc egyes részei. A jövőben szeretnénk további hasonló munkálatokat végezni a településen, de összességében azt gondolom, hogy Sajóbábony megyei szinten is kiemelkedően jó minőségű úthálózattal rendelkezik. Ennek ellenére arra törekszünk, hogy még jobb minőségű utakon közlekedhessenek az itt élő lakosok, és biztos vagyok benne, hogy a következő évben is a városrész újabb utcái tudnak majd megújulni. Folyamatosan azon dolgozunk, hogy vagy pályázat, vagy pedig önerő keretében újabb útszakaszok újuljanak meg. Biztosan sokan láthatták, hogy a Széchenyi útra betérve ugye újabb beruházásba fogtunk bele, ezt pedig a közfoglalkoztatás keretében szeretném megvalósítani a Széchenyi úton mind a két oldalán található járdarész térkövezését. Ez is természetesen egy hosszabb folyamat lesz, ami fogja érinteni az itt parkoló gépjármű tulajdonosokat. Tőlük megértést kérek, de ha elkészül, akkor biztos vagyok benne, hogy mindenki örülni fog ennek a beruházásnak is. Közfoglalkoztatás keretében unafalépítés zajlik mindkét temetünkben. Legújabb információ szerint a református temetében a 72 darab férőhelyes urnafal már elkészült, a katolikus temetőben pedig várhatóan heteken belül szintén elkészül. Én azt gondolom, hogy régi igényt tudtunk kielégíteni azok számára, akik a temetkezésnek ezt a fajta módját szeretnék majd választani. Az 1956-os park és emlékmű kialakítása nagy vonalakban már befejeződött. Ugye itt még a füvesítés, valamint majd a későbbi időszak folyamán újabb növények betelepítése várható. Ezt már a nyár folyamán nem szerettük volna megkockáztatni, de a kora őszi időszakban újabb növényekkel gazdagodhat a terület, és én úgy gondolom, hogy utána már ténylegesen birtokba tudja venni a lakosság, és egy üdefoltja lesz a településnek. A salakos pálya melletti területen kialakításra került a kültéri fitness kondiparkunk, attól függ, hogy ki hogy nevezi. Ennek a műszaki átadása megtörtént, ez szintén egy pályázat keretében valósult meg. Én azt gondolom, hogy ez azon lakosok számára, akik ilyen kikapcsolódást választanak, szabadidejüket efféleképpen töltik el, ez egy igazán hasznos dolog lesz. Ezt szeretnénk majd a jövőben továbbfejleszteni, olyan újabb eszközökkel, olyan gépparkkal, amely még jobban szélesíti a használói kört, és jóformán minden korosztály megtalálhassa a számára hasznos eszközt. A képviselőtestület
megbízást adott Parker személyének annak érdekében, hogy a játszótereink, az iskola udvar, valamint a kutyafuttató is rendben üzemeljen. Ez annak érdekében, hogy itt a nyári időszakban a családok és a fiatalok tényleg úgy tudják használni ezeket a helyszíneket, hogy nyugodtan tudjanak kikapcsolódni. Az elmúlt időszakban is számos rendezvény megrendezésére került sor a településem. Május 31-én sportnapot tartottunk, csatlakoztunk a Challenge Day-hez. Megint egy nagyon rendkívül szervezett és színvonalas, sokrétű sportnapot tartottunk, ahol minden korosztály becsatlakozhatott valamilyen formában. Június 4-én trianoni megemlékezést tartott az önkormányzat, és köszönet érte a szervezőknek, akik ebben részt vettek és lehetővé tették, hogy az önkormányzat is megemlékezhessen erről a szomorú napról. Június 18-án háladó istentisztelet volt a református templom felújításáért, hiszen az elmúlt időszakban több kisebb-nagyobb fejlesztés valósult meg, így ugye egy külső felújításon esett át a református templom, valamint a belül is teljesen megújult, hiszen egy új festés, egy teljesen új padozatot, burkolatot, valamint ülésfűtéseket kapott a templom, és hát időközben a teljes harangrendszert is felújították. Én azt gondolom, hogy ez egy óriási összefogás eredménye, hiszen nem csak az önkormányzat járult hozzá mind anyagi és mind személy segítséggel, hanem mind a lakosság is megmutatta, hogy egy közös ügy érdekében képesek összefogni, valamint a Tiszán innen református egyházközösségtől is jelentős támogatást kapott az önkormányzat, valamint nem elhanyagolható az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatása is. Szerintem minden település számára az egyik legfontosabb, hogy a templomaik milyen állapotban vannak. Mi most már büszkék lehetünk erre a templomunkra is, és azon dolgozunk, hogy a katolikus templom is ugyanilyen formában megújulhasson. Ugye itt egy pályázat benyújtására már sor került, ennek elbírálására pedig bizakodva várunk. Várhatóan még ugye az idei évben a református paplaknak a felújítása is elkezdődik. Korábban már ezt beszámoltam, hogy a sikeres pályázatnak köszönhetően egy teljes energetikai felújításon fog átesni az épület. Nyílászáró csere, hűszigetelés, napelemrendszer és fűtéskorszerűsítést fog megvalósulni ebből, úgyhogy egy újabb épületünket sikerül majd felújítani és rendbe tenni. Június 19-én közmeghallgatást tartott a képviselőtestület a Deák Ferenc Általános Iskolában. Ez a 2017-es első félévünk összefoglalóját tartalmazta, és az első közmeghallgatásunk volt. Ezen a közmeghallgatáson nem csak az önkormányzat első féléves tevékenységéről adtunk tájékoztatást, hanem a település arculati kézikönyv első fórumát tartottuk meg, ahol a lakosok szóban is elmondhatták javaslataikat, illetve itt főépítész úr, Újvári Andor úr röviden összefoglalta, hogy miért is fogjuk ezt csinálni, mi ennek a lényege, és milyen módon kapcsolódhatnak be az emberek ebbe a folyamatban. A közmeghallgatás során elhangzott javaslatok, észrevételeket minden esetben megválaszoljuk, akár a helyszínen, ha erre lehetőségünk van, vagy később írásban, illetve az ott tett észrevételek, javaslatokat minél hamarabb igyekszünk a lakosság igényeihez mérten megvalósítani. Ez ebben az esetben is így történt. Június 29-én azt gondolom, hogy megint egy jeles nap volt a településünk életében, hiszen ezen a napon a Porostyán Mihály Sportközpontban található tekepályán, kétsávos tekepályának ünnepélyes átadása zajlott. A közel 10 millió forintos felújításnak köszönhetően közel 30 éves régi pályát teljes egészében, teljes körűen felújította az önkormányzat. Azt gondolom, hogy ez egy világszínvonalú pálya. A szakemberek elmondása alapján is, amennyiben sikerül a jövőben megvalósítani azt, hogy még két sávot hozzá tudjon építeni az önkormányzat,
úgy itt világbajnokság megrendezését is meg tudjuk tartani. Ez mindenképpen figyelembe vehető a jövőben, viszont azt most látni kell, hogy az anyagi kereteink ezt tették lehetővé. Én azt gondolom, hogy az itt évtizedek óta élő közösség valóban kiérdemelte ezt a fajta beruházást, és hát az sem mellékes, hogy nem csak a versenyszerűen sportolók használják a tekepályát, hanem a tömegsport szerelmesei is előszeretettel igénybe veszik, valamint az önkormányzati rendezvények, illetve magárendezvények alkalmával is szívesen bérlik ki az itteni pályát. Viszont azt is fontosnak tartom elárulni, hogy egy újabb két sávnak a megépítése azért megközelítőleg 30 millió forintos beruházás lenne. Ezt önerőből jelen pillanatban nem tudja az önkormányzat vállalni, viszont amennyiben későbbiek során akár támogatás vagy pályázat lehetőség nyílik rá, meg fogjuk vizsgálni ennek a lehetőségét. Június 30-án a Dérényi Szabadidőközpont és Városi Könyvtár kirándulást szervezett Tegerbe, ahol mindenki szabadon eldönthette, hogy mivel tölti el a napját. Elindult a Sajóbábony Városi Önkormányzat intézményen és a diákmunka. Még aki esetleg idáig várt, vagy gondolkodott, hogy beadja a jelentkezését, lehetőség van arra, hogy a későbbi időszakban induló csoporthoz jelentkezzen, és munkát, diákmunkát tudjon vállalni. Ez július 3-án indult el nálunk, 10 fős csoportokban különböző intézményeknél helyezzük el a diákokat. A célunk az, hogy egyrészt hasznosan töltsék el a nyarat, ezzel pénzt is tudnak szerezni, valamint sose lehet kizárni, hogy ez alatt az időszak alatt nem tetszik meg valamelyik fiatalnak, valamelyik intézményünkben lévő munka, és hát gondolunk erre arra is, hogy a nyugdíjba vonuló kollégákat már fiatalokkal tudjuk pótolni, úgyhogy bízunk benne, hogy lesznek olyan diák munkásaink, akiket később alkalmazottként tudunk köszönteni. Több társulásülésen is részt vettem személy szerint is, és a polgármester úr, és ugye a Miskolc környéki önkormányzati társulásom, Sajóbódva társulásülésem, Büklíder társulásüléseken, és itt ugye a szükséges döntésekről tájékoztattuk a képviselőtársakat. A napirendi ponton belül egyéb információ már nem hangzott el, képviselőtestület részéről kérdés nem merült fel, és a napirendi pontot 7 igen egyhangú szavazattal elfogadták. Két olyan napirend következett a testület ülésén, amely részben szorosan összefügg. Az egyik a városnapi rendezvényünk, a másik pedig az idősek napja rendezvény. Városnapi rendezvényünk az elmúlt évek során augusztus utolsó szombatján került megrendezése, ez az idei évben is így lesz. Azt gondolom, hogy ez már hagyománnyá fog válni a jövőben. Az idei éven ez augusztus 26-ára esik. Úgy látom, hogy idén is egy színvonalas programot sikerül összeállítani, ahol valóban minden korosztály megtalálhatja a számára érdekesnek vélt programot. Mindenkit arra kérek és buzdítok, hogy igyekezzen úgy alakítani a nyár utolsó hétvégéjét, hogy részt vehessen ezen, és együtt tudjuk megünnepelni Sajóbábony Városnapját. Lesznek új programelemek is, illetve az is egy újdonságnak számít, véleményem szerint, hogy a tűzijátékkal nem záródik be a Városnap, hanem ezt követően még egy kisebb utcabálszerű rendezvényt tartunk majd a sportközpont területén, ahova marasztalni kívánjuk a kilátogató személyeket. A városnapi rendezvény előkészítésével kapcsolatban mindhárom bizottság javaslatot tett, a pénzügyi és vagyongazdálkodási bizottság 3 igennel, a településfejlesztési környezetvédelmi bizottság 4 igennel, a művelődési ifjúsági és sportbizottság pedig szintén 4 igennel javasolta elfogadásra, a képviselőtestület pedig 7 igennel elfogadta ezt a napirendi pontot. Következő napirendi pontunk is a Dérényi Szabadidőközpont és Városi Könyvtár tevékenységéhez kapcsolódik, amely nem más, mint az idősek napja rendezvényének az előkészítése. Talán furcsán hangzik és hangozhat, hogy ilyen korán már erről beszélünk és tárgyalunk. A rendezvényeket már jóval az időpontjuk előtt
le kell fixálni, hiszen az ott részvevő előadók elég népszerűek, és hamar lekötik őket. Illetve a nyári szünetben, a nyári időszakban a képviselőtestület sem ülésezik a rendes nyílt ülésen, hanem csak rendkívüli üléseket tart. Úgy emiatt vált indokoltá, hogy most a nyári időszakban meghatározzuk azt az időpontot, amikor is a 70 év felettiek, azaz a nagy korcsoportosokat fogjuk köszönteni az idősek napja alkalmával. Ez a nap pedig a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság és a Művelődési Ifjúsági Sportbizottság ajánlása alapján is szeptember 29-e, ez egy pénteki nap, 17 órai kezdettel lenne a Deák Ferenc általános iskola tornatermében. A képviselőtestület ezt 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta, valamint döntött arról is, hogy a 70 év felettiek ezen nap alkalmából 4000 forint per fő támogatásban részesülnek. Hatos napirendi pontunk a beiskolázási támogatások megtárgyalása, amelyet a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság 3 igennel javasolt elfogadásra. A beiskolázási támogatásokat korosztályonként, illetve az oktatási intézmények megoszlása alapján típusa szerint három része kell, hogy bontsuk. Az egyik az általános iskolás korúak, a másik a középiskolások, a harmadik pedig a felsőfokú tanulmányokat folytató főiskolások vagy egyetemisták. Azt tudni kell, hogy a Sajóbábony önkormányzat már a korábbi években is azt az álláspontot képviselte, hogy ne csak úgymond a rászorult gyerekek, gyerkőcök szülei részesüljenek támogatásban, hanem minden gyermek. Ne tegyünk különbséget, és ne azokat sújtsuk, és ne támogassuk, akik sokszor azon fáradoznak, hogy minél többet tudjanak megadni a gyermekeiknek. Úgyhogy régi vágya volt már ez szerintem ezen szülőknek is, hogy ők is belekerüljenek. És időközben ugye a kormány is olyan döntést hozott, amivel az elsőtől nyolcadikig iskolába járó gyermekek számára az általános iskolában ingyenessé teszi a tankönyvet. Így ettől az évtől kezdve ezen gyermekek számára is ugye iskolakezdési támogatást már nem kell folyósítani az önkormányzatnak. A középiskolás korúak esetében 15 000 forintos egyösszegű támogatásban szokta részesíteni a Sajóbábony város önkormányzata, és a felsőfokú főiskolai egyetemi tanulmányokat folytató diákok esetében pedig 20 000 forintos egyszeri támogatást, vagy a diák választás alapján Bursa Hungarika ösztöndíjban részesülhet. Én javasolni szeretném egyébként ezen diákoknak, hogy az utóbbit vegyék igénybe, mert ennek a támogatási formája és összege jóval nagyobb, mint ez az egyszeri 20 000 forintos. Igaz, hogy ennek az átfutási ideje egy fél év, viszont ezt követően 10 hónapon keresztül 10 000 forint támogatásban részesül havi szinten. Én azt gondolom, hogy azért ez egy jóval magasabb összegű támogatás. Ebből is látszik, hogy az önkormányzat nagyon sok energiát, pénzt és időt fordít arra, hogy a fiataljainkat támogassuk, illetve a tanulmányai költségeihez valamilyen mértékben hozzájáruljunk, és ezt a képviselőtestület is 7 igen egyhangú szavazattal fogadta el. Szeretném felhívni majd, de természetesen még egy nagyon korai, úgyhogy fogjuk külön tájékoztatni a lakosokat, hogy a beiskolázási támogatások igénylése esetében minden esetben az iskolalátogatási igazolást hozzák magukkal, valamint a tankönyvről szóló számla is nélkülözhetetlen ahhoz, hogy ez a támogatás kifizetése kerüljön az igénylő számára. Hetes napirendi pontunk az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletünknek módosítása. Mint minden évben kisebb korrekciók kell végeznünk a költségvetésen, hiszen vannak olyan váratlan kiadásaink, és hál' Istennek váratlan bevételeink is, amelyek átalakítják a költségvetésünket. Ez most is így történt, a pénzügyi előadónk ezeket a változtatásokat elkészítette, tételes kimutatást adott a képviselőtestület számára, igazából érdemi változás nem történt, tehát a bevételi kiadási összegek jelentős mértékű változáson nem estek át. A korrekció elvégzésre került, mindhárom bizottság tárgyalta a napirendi pontot, mindhárom bizottság javasolta elfogadásra a képviselőtestület felé, amelyet a képviselőtestület 7 igen egyhangú szavazattal elfogadott. 8-as és egyben utolsó rendes nyílt testületülési napirendi pontunk
indítványok, bejelentések, amely alkalmával lehetőség nyílik képviselőtársaimnak is indítványt, illetve bejelentést tenni. Elsőként is a szociális rendeletünk módosítását tárgyaltuk, amelyet részben már érintettünk bizottságülésen. Jegyzőasszony összefoglalta ennek lényegét. A szociális étkeztetésünk vonatkozásában egy felső jövedelem határ beépítését javasolta. Ezt a képviselőtestület bizottsága, a pénzügyi bizottság 2-1 nem szavazattal javasolt elfogadásra, a képviselőtestület pedig 6-1 nem szavazattal fogadta el. Így módon a szociális rendeletünkben, a szociális étkeztetés tekintetében egy felső jövedelem határ került megállapításra, aminek én azt gondolom, hogy érthető az indoka, hiszen a nevéből kiindulva is, ez főleg azon személyek vehessék igénybe, akik jövedelmük alapján, élethelyzetük alapján erre valóban rászorulnak. Kettes indítványban a Rákóczi megyei könyvtár, II. Rákóczi Ferenc megyei könyvtár írásos tájékoztatót adott, amelyről a polgármester úr Hubai Krisztián számolt be. Ebben elmondta, hogy kiváló az együttműködés a könyvtárral. Számos programot szerveztek és rendeztek meg már együtt ebben az évben is. Ezeket tételesen fel is soroltam, illetve több olyan eszközfejlesztés is megvalósult, ami a Rákóczi megyei könyvtárnak köszönhető. A könyvtárat továbbra is Prókai Margit asszony vezeti, a tájékoztatót pedig 7-1 egyhangú szavazattal fogadta el a képviselőtestület. Az elmúlt időszakban az aszfaltozások során egy olyan váratlan helyzet állt elő, ahol is az aknák kiemelése során azokon az útszakaszokon, ahogy az útfelújítás történt, azzal szembesültünk, hogy ezek már annyira elavultak a legtöbb esetben, hogy ezeknek a teljes cseréjét meg kell valósítani. Elég nagy butaság lenne, hogy leaszfaltozzuk az utakat, és ne adj Isten fél, egy vagy két év után ezeket kivágjuk, kicseréljük és megrongáljuk a már frissen leaszfaltozott utat. Erre ezzel kapcsolatban adott ajánlatot az aszfaltozási munkátokat végző cég, amelyet a képviselőtestület 7-1 egyhangú szavazattal fogadott el. A Táncsics Mihály úton folyamatos a csapadék vízelvezetőnek a kialakítása, viszont a vízelvezető kialakításával még nem teljesen oldódik meg az ott élők problémája, hiszen ahhoz, hogy az ott lezúduló csapadék teljes mértékben, vagyis legalább javarészt el tudjon folyni, és a frissen kialakított csapadék vízelvezetőbe folyjon, egy új útburkolat kialakítása nélkülözhetetlen. Az ehhez szükséges árajánlatot megkaptuk a cégektől, és a képviselőtestület 7-1 egyhangú szavazattal fogadta el ezt a beruházást, amely azóta már időközben el is készült, és várhatóan itt heteken belül a teljes beruházás megvalósul. Én bízom benne, hogy az ott lakók legnagyobb örömére, mert az eredeti állapothoz képest biztos, hogy csak javulást tudtunk elérni, de én vagyok olyan pozitív, hogy szerintem a legideálisabb körülményeket tudtuk a számukra megteremteni. A képviselőtestület számára indítványoztam a katolikus temetőben található betontörmelék ledarálását, annak érdekében, hogy ezt felhasználhassa az egyház, a katolikus egyház az ottani temető útalapjához, hiszen ott a hátsó részen, a sírhelyek hátsó részén egy újabb utat alakítottak ki, többek között azért, hogy sokkal könnyebben meg lehessen közelíteni, valamint újabb sírhelyek kialakításánál nagyobb könnyebbség lesz, ugye meg lehet hátulról is közelíteni a temetőt. Ezt a képviselőtestület 7-1 egyhangú szavazattal fogadta el. Az elmúlt időszakban az EMS szakemberével tárgyaltam, hogyan is tudnánk a kapcsolatainkat még jobban elmélyíteni, illetve milyen fejlesztések érdekelhetik az önkormányzatot. Hát itt leginkább két olyan beruházás vetődött fel, amely jövőben az önkormányzat céljai között szerepel. Az egyik a közvilágításunknak a hatékonyságának, valamint a költségének csökkentése. Ez véleményünk szerint is részben a LED világítás képítésével valósulhatna meg, és az
és az EMS felajánlott számunkra egy olyan lehetőséget, ahol is megnevezhetünk három olyan utca részt, ahova próba LED lámpatesteket fognak felszerelni, és el tudjuk dönteni, hogy valóban érdemes ebbe belevágnunk. Ezután fogunk kapni egy konkrét fejlesztési költségvetést, hogy mennyiből lehet megvalósítani az adott útszakasz, az adott résznek a LED világítását. Ezek a következő útszakaszok lennének, ugye a Széchenyi út, a Kossuth utca, valamint a sportpálya mögötti járdaszakaszt javasolta a képviselőtestület ezen LED lámpatestek felszerelésére, és ezt hétigen egyhangú szavazattal fogadta el. Valamint a jövő tervei között van, ez még nem teljesen kiforrott, hogy önerős vagy pedig pályázati formában szeretnénk létrehozni egy elektromos töltőállomásnak a létesítése. Azt gondolom, hogy ennek óriási előnye és alapja is van már a településünkön, hiszen az ipari parkban már számos elektromos gépjármű közlekedik, és azt hiszem, hogy ez a jövőben csak növekedni fog, és nekünk is haladnunk kell a korral. Ennek érdekében felmértük az önkormányzat, valamint a település teljes területét, hogy hol lehet ilyen töltőállomást kialakítani. Úgyhogy terveink erre vonatkozóan vannak, viszont az is lehet, hogy ezt pályázat keretében meg tudjuk valósítani, és abban az esetben nem szükséges önerő biztosítása. Tájékoztattam a képviselőtestületet és a jelenlévőket arról, hogy az idei évben szeretnénk részt venni a közfoglalkoztatási kiállításon, ez szeptember 7. és 8. napján kerül megrendezése Miskolc főutcáján. Azt hiszem, hogy az elmúlt évek során bizonyították a közfoglalkoztatásban résztvevő személyek, hogy igenis értékes, értékteremtő munkát tudnak véghez vinni. Nap mint nap láthatjuk, hogy milyen beruházásokat valósítanak meg, illetve milyen kiváló munkát végeznek a mezőgazdaságban is, illetve a település szépítés érdekében is. Ez egyfajta elismerés, igenis lássák azt a főutcán közlekedők, az oda kilátogatók, hogy Sajóbáboyban is jó úton haladunk ezzel a programmal, és hát mi is büszkék lehetünk az általuk elért eredményekkel. Az újabb indítvány bejelentés a Miskolci Önkormányzati Társulása kapcsolatban tettem javaslatot. Miskolc város önkormányzata a nemrégiben jelezte, hogy 2018. január 1-ével szeretne kilépni ebből a társulásból. Jegyzőasszonnyal közösen körbejártuk annak a lehetőségét, hogy az itt ellátott feladatokat milyen formában tudjuk a jövőben végezni, hogy érdemes, hogy a leghatékonyabb, ez továbbra is társulási formában, vagy pedig egyénileg megszervezve. Ugye a jelzőrendszeres szolgálatot látjuk el, házi segítségnyújtást, a család és gyermekvédelmi feladatokat, valamint a belső ellenőrzési feladatokat látjuk el társulás keretében. Mivel minden társulás alapszabálya szerint minden társultag az adott tárgyév június 30-áig léphet ki, hozhat döntést, hogy a következő évvel kilép a társulásból, így nekünk is rövid idő állt rendelkezésre arra, hogy ezt a döntést megfontoljuk és meghozzuk. A képviselőtestület végül úgy látta biztosítottnak, hogy ha ebben a társulásban ilyen formában már nem kíván részt venni, így arról döntött a testület, hogy a Miskolc önkormányzati társulásból, környéki önkormányzati társulásból 2018. január 1-ével kiválik, és ezt követően ezeket a falatokat pedig vagy társult formában, vagy pedig önállóan fogja biztosítani a lakosok számára, hiszen ezek kötelező önkormányzati feladatok. Képviselőtársaim részéről is érkezett indítvány és bejelentés. Elsőként Pencs Gábor képviselő úr kért szót, ahol is kérte Horváth Péter MES csoportvezetőt, hogy számoljon be az elmúlt időszakban elvégzett munkáról. Jóformán itt elmondta azokat a főbb beruházásokat, fejlesztéseket, amit én is kiemeltem az összefoglalóban. A képviselők részéről Rontó András kért szót indítványbejelentésekben, ahol is kérte, hogy a Széchenyi út 12 szám alatti lakosok megkeresték azzal a kapcsolatban, hogy az oda vezető, a társasházhoz vezető lépcső
hogy ez egy korlátot készítsünk, építsünk oda. Ez azóta meg is történt már. A Táncsics Mihály úton a csapadékvíze vezető kiépítésével kapcsolatban jelezték számára, illetve ő is észrevételezte, hogy az út alatti átvágásnál bővíteni kellene az áthidalót. Ez szintén megtörtént, a kivitelező elvégezte. Valamint jelezte azt is, hogy még mielőtt az aszfaltozási munkálatok megtörténnének a Váci Mihály úti kis utcákon, vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a Kodály Zoltán úton nem lenne érdemes átvágni az utat és megnagyobbítani az út alatt húzódó átfolyócsövet. Több szakembert is megkerestünk ezzel kapcsolatban, véleményük és álláspontjuk szerint ennek a kialakítása nem indokolt, mert ez azokban az esetekben halmozódik fel a csapadék, amikor rendkívüli esőzés történik, és ezt egy újabb átfolyóval sem biztos, hogy tudjuk biztosítani, csak részlegesen, mert a csapadék vízelvezetőnek a kialakítása nem teszi lehetővé, hogy ez teljes mértékben el tudjon folyni. Jelt Sándor képviselő úr is élt az indítványok bejelentésekben. Ő azt észrevételezte, hogy a Deák Ferenc úton is érdemes lenne majd a csapadék vízelvezető kialakítását megfontolni, szilárd burkolatú csapadék vízelvezetőt. Tudjuk, hogy igen, itt is egy visszatérő probléma, hogy az alacsonyabb részen lévő ingatlanoknál nem folyik el az árokból a csapadék. Én azt hiszem, hogy ezt be fogjuk tudni tervezni itt az elkövetkezendő időszakban, vagy a következő év folyamán, és az itt lakók örömére el tudjuk készíteni majd itt is a csapadék vízelvezetőt. Ugye ez is egy nagyon-nagyon régi probléma, igyekszünk minél hamarabb erre is sort keríteni. Én azt gondolom, hogy jó ütemben tudunk haladni a problémák megoldásával. Ezt követően zártörésre került sor. A zártörés egyik legfontosabb témája a Városnapi Kitüntető Címek adományozása. Ezzel kapcsolatban hozott döntéseket a képviselőtestület. A neveket egyelőre még nem szeretném elárulni. Én azt gondolom, hogy legyen ez meglepetés mindannyiunk számára, és öröm azok számára, akik majd kaphatják ezt a díjat augusztus 26-án. A legközelebbi testületülésünk, mint mondtam, nyári szünetet tartunk, de ennek ellenére rendkívülések megtartására biztos, hogy sor fog kerülni. Rendes, nyílt tévés, televíziós testületülésünk 2017. szeptember 26-án, kedden 10 órától lesz. Én akkor is sok szeretettel várok mindenkit a tévéképernyő elé, vagy ide, akár a helyszínen is megtekintheti a testületülést. És szeretném megköszönni ezennel a megtisztelő figyelmüket, így további kellemes napot kívánok. A viszontlátásra!